A Chilében az idei reformkori nap esemény sorozatában egy olyan kiállítás nyílt, amely a 19. századi női sorsokkal foglalkozik. Honnan jött ez a gondolat? Hát elsősorban onnan, hogy nő vagyok. Másodszorban a mai korból, hogy a vezetők között nem találunk nőket, és úgy gondoljuk, hogy nagyon kéne a magyar élet szervezéséhez. És harmadsorban pedig ugye a Kossuth Társaság foglalkozik nem csak Kossuth életével, hanem a reformkorral és a 19. századi sorsokkal. És hát ebben az évben azért van egy kiemelkedő ünnep, Kossuth Zsuzsán, Zsuzsa 200, Zsuzsanna, mert ugye itt sokan mondják, hogy lehet, hogy Zsuzsánna, Zsuzsanna, Zsuzsannát találok, 200 éves évfordulója. És akkor ezen indult el a gondolkodásunk, hogy akkor legyenek a nősorsok. A kiállítás tanúsága szerint rengeteg mindent találtak, mekkora gyűjtő munkára volt szükség? Hát lehetett volna több munkánk, tehát gyűjtő munkánk, egy évünk volt rá. Igazándiból mindig úgy, ez már azt hiszem a 8. kiállításunk, mindig úgy tervezzük a kiállítást, hogy fölhívjuk a kerületi művészeket, hobbi művészeket, amatőröket, hogy ebben a témában alkossanak, vagy valamit gondoljanak, illetve elkezdjük gyűjteni, hát én már régóta gyűjtöm a könyveket ebben az ügyben, és hát meg az internetről is cikkeket, illetve a korszaknak, ugye Biedermeier korszak zömében, akkor elkezdjük a tárgyaikat is gyűjteni. És akkor ez így szépen alakul. És lehet látni, hogy 22 művész az, aki hozta a festményeit, illetve az alkotásait, illetve 5-6 gyűjtő, tehát a Kossuth Társaság tagjai közül a gyűjtők hoztak. Hát mondjuk a legtöbbet én hoztam, de mindenki oda tette magát, és szeretette hozta a tárgyait. És a 19. századi hölgyek közül ismertek, vagy kevésbé ismertek, végül is kik kerültek ide a kiállításra, kikkel ismerkedhetünk meg, vagy kiket gondolhatunk újra? Hát igen, itt témakörönként próbáltuk összerakni a kiállítást. Az írónőkkel kezdtük, hiszen én magyar szakos tanár voltam, most már nyugdíjban, és izgatott, hogy az ír, tehát a manapság sem nagyon látni írónőt legalábbis sikeresnek, jó Szabó Magda igen, meg Jókai Anna igen, de igazándiból, hogyha a 19. századot nézzük a tankönyvben, írónőkről szinte semmi nincsen. Jó, talán Dukai Takács Juditot megemlítik Berzsenyi miatt, de azon kívül szinte senkit, és talán Babits mellett Török Szofit is megemlítik, meg Kafka Margitot, de úgy igazándiból a fősodorban nincsenek nők. És akkor ez elkezdett engem izgatni, és akkor a kezdeti időszakot nézegettem meg, és bizony itt a falakon, itt vannak az írónőknek egy-egy kis verse, egy-egy kis írása, és aztán az írónők mellett, ugye, hát a Molnár Bolbára volt a legelső írónő a 19. században, aki sikeres volt. Természetesen, hogy kellett hozzá, hogy a férfiak, akik szerkesztették az újságokat, felfigyeljenek rájuk, és igazándiból egy kicsit önös érdekből is figyeltek rájuk, mert hát, hogyha már a nők írnak, és akkor az újságban ott vannak a férfiak cikkei, akkor hát, ha jobban fognak olvasni a nők újságokat, könyveket, tehát olvasó közönséget akartak maguknak teremteni.
A nőknek más volt a szándékuk, a nőknek mindenféleképpen egy kicsit a szabadságvágyuk volt a lényeg, meg a saját önkifejezésük. Mert hogy abban a korszakban bizony a még művelt férfiak is, apák, csak olvasni tanították meg a lányukat, mert hát, hogy az írás az nem kell a nőnek. És olyan érdekes sorsok vannak, például Kazinczy felesége, Török Szofi, szeretett volna írni. Valószínű, hogy sokat is írt, mert ő volt a titkára Kazinczynak. És valószínű, hogy a levelezésben azért erősen sok írása lehet Szofinak, de nem engedte, hogy írjon, nem engedte, és olyan érdekes, hogy éppen szülni készült, még előtte ott volt a titkári teendők mellett, aztán átment a másik szobába szülni, és amikor megszülte a gyereket, visszament folytatni, mert ugye határidős dolgok voltak. Úgyhogy nagyon érdekesek ezek az írások, és hát ezért izgatott ezeknek a nőknek a sorsa. Aztán a következő téma ugye a nőnevelés, meg a szegény gyerekek nevelése, mert Brunswick Teréz ugye úgy találta ki ezt az óvodát, hogy muszáj lenne a szegény gyerekeket is művelni. Mert aztán azok fölnőnek, főleg a lányok, ugye, és általában a lányok nevelték legalább a 8-10 éves korig a fiúkat, utána persze a fiúkat beadták nevelőintézetbe, vagy külföldi nevelő nevelte tovább, de a lányokat az asszonyok nevelték. Tehát úgy gondolták ezek a hölgyek, hogy mindenféleképpen kéne ezzel foglalkozni, és akkor az angyalkertet kitalálva, az első óvodát itt Közép-Kelet-Európában, az Brunswick Teréz valósította meg. Nagyon sokat kellett küzdenie azért, hogy ez meglegyen, és egy idő után a férfiak el is vették tőle ezt a lehetőséget, úgy gondolták, hogy majd akkor ők jobban tudják, hogy hogy kell csinálni. A Teleki Blanka pedig ugye ő a nőneveléssel foglalkozott, mert úgy gondolta, hogy akár a gazdag lányoknak is tanulni kéne, tehát nem csak olyan életet, hogy bál, meg egy kis utazás, hanem egy kicsit komolyabb műveltséget kéne szerezni. És akkor kitalálta ezt a nevelőintézetet, segítségére volt több tanár, tehát neves tanár, köztük ugye Vasvári Pál, akiről tudjuk, hogy szerették egymást, és hát elég tragikus sorsa lett ott Erdélyben, nagyon verték a szabadságharc ideje alatt. És hát Blanka pedig azzal, hogy ilyen intézetet létrehozott, és a 48-as eszméket is tanította a lányoknak, emiatt bizony a 49 végén börtönbe került. Két évig volt csak előzetes börtönben, és akkor nagyon érdekes, hogy Brunswick Teréz, ugye rokonok voltak, Brunswick Teréz megalázkodó levelet írt, de olyan megalázkodó levelet írt a császári fennségnek, aki ki volt ide rendelve, Albert főherceg, hogy megdöbbentő, hogy megalázkodott, pedig egy nagyon büszke, egy nagyon komoly hölgy volt. És itt a levele egyébként a kiállításban. És ebben Teleki Blankát pártfogolta? Igen, Teleki Blankát pártfogolta, és bizony a Albrecht főherceg is csak annyit tudott elérni, hogy nem, tehát a további 4 évet nem vasban kellett töltse, mert arra ítélték Teleki Blankát, hogy teljes vasba 6 év börtön.
Szóval ez tragédia volt, nem csinált olyant, illetve Emma küldött egy olyan írást neki, amit próbált terjeszteni, és ezzel azért nagyon, tehát megsértette a császárt, és akkor egy ilyen nagyon kemény büntetést kapott. Itt meg is betegedett, ugye tüdőbajt kapott, ott a, hát Kufsteinben, aki járt már Kufsteinben, látta, hogy milyen körülmények között voltak a rabok. Tehát én láttam, tehát valami tragédia, hogy egy ilyen hölgyet így zárnak be, egy szerintem nem egy olyan nagyon súlyos tettért. Itt Pest Erzsébeten nem ritkaság, hogy sok mindennel kapcsolatba kerül Sziszi. Most itt is látható, hogy megemlékeznek róla is. Hogy kerül ebbe a tekintélyes magyar hölgy koszorúba? Hát igen, Sziszi ugye a magyarok királynéja. Ezt így könyvelték el, annak ellenére, hogy egy Habsburghoz ment férjhez. Természetesen ő még 48-ban nem volt a felesége Ferenc Józsefnek, 51, ha jól emlékszem, a házasságuknak az ideje. Viszont elkezdett művelődni, mert tehát őt nem készítették császárnénak, hanem a testvérét, Ilonát. És hát neki állt olvasni, és megdöbbent a magyarok sorsán, tehát olvasmányai során, és ráadásul ugye, hogy magyar királynénak is szánják, mert hogy úgy gondolták mindenképpen, muszáj volt megtanulni a magyarul, és akkor magyar tanárai voltak. És azok mind elmondták a 48 meg az előtte levő történelmet, magyar történelmet, és Sziszinek volt egy olyan alkata, hogy és hát köszönhető annak is, hogy szinte börtön volt neki a császári udvar, mert annyira megmerevedett szokások voltak, hogy ő nem így nevelkedett, hogy lázadt állandóan, főleg anyósa ellen, mert elvette a gyerekeinek a nevelését, stb. Tehát ezt sokan tudják. És akkor Sziszit ugye magyarok tanították magyarra, a magyar történelmet mindenféleképpen megtanították. Például Sziszi gyerekeit Horváth Mihály nevelte, aki halálra volt ítélve 48 miatt, 48-as tevékenysége miatt, és emigrált, és az emigrációból Sziszi javaslatára jött vissza, és el tudta érni a férjénél, hogy ez az ember nevelje a gyerekeit. Illetve az udvar hölgyeinek zöme magyar volt. Úgyhogy nem véletlenül, és amikor jött Magyarországra, érdekes módon a magyarok nagyon lelkesedtek érte. És amikor volt a királyá avatás, meg a királynői avatás, akkor Ferenc Józsefet nem nagyon tapsolták meg, de Sziszit igen, és az is érdekes, hogy kitette a koronát a császár fejére, a magyar koronát, Andrássy gróf, akit szintén távollétében fölakasztottak, és hát úgy hívták őt Európa szerte, hogy a szép akasztott. Úgyhogy. És hát Sziszit imádjuk itt a kerületben, mert hát eleve a neve a kerületnek. Igaz, hogy vita volt a század elején, vagy a múlt század végén, hogy mi legyen a területnek a neve. És kezdetben volt egy Kossuth falva, és volt egy Erzsébet falva. Hát sokan úgy gondolják, hogy a Szent Erzsébet templomot, hogy felavatták, hogy Szent Erzsébetről kapta Pest Erzsébet a nevét, de megvan a levél, amiben kérték Sziszit, hogy
járuljon hozzá, hogy az ő nevét viselje ez a település. Kossuth-falva pedig hát idézőjelbe vesztett, most is megvan, ott a Szent Lajos plébánia templom környékén, és ott is tartották mindig a Lajos napi búcsút, és mindenki tudta, hogy ez a Lajos napi búcsú, ez Kossuth Lajosnak a tiszteletére zajlik, mert ott 48-as honvédek voltak, akik telepesek lettek, és azt a területet Bírói Béla volt az, aki Kossuthnak levelet küldött, és azt a területet megkérte, hogy Kossuth adja a nevét hozzá. Illetve küldött nekik tehát fölajánlott Kossuthnak egy telket, hogy ne legyen hontalan, de Kossuth azt mondta, hogy amíg ez a császár, addig ő magyar területre nem teszi a lábát, viszont azt a telket egy honvéd özvegyének ajánlják föl, és akkor fölajánlották Sebes Emil özvegyének, és hát ő meg nem tudta megtartani azt a telket, el kellett adja, mert nagyon szegény volt. És hát kutatjuk, hogy hol a telek. Nagyjából tudjuk, hogy ott a Knézis utca és a Nagy Sándor utca környékén, de pontos nincs róla, nem találták meg, akik keresték. Bogyirka Emil volt múzeum igazgató, aki ezzel foglalkozott, és nem találta meg. Hogyha egy évet húzunk a 19. század meg a mostani 21. század között, akkor részben pedagógusi tapasztalataira, részben pedig akár a kiállítás kurátori tapasztalataira alapozva, milyen tanulságokat vonhatnak le a mai ifjú hölgyek a 19. századi elődök életéből? Hát igen, levonhatják azt, hogy ezek nagyon erős nők voltak. Tehát volt is látogató, aki mondta, hogy hát ő ezt ő nem bírta volna ki például ezeket a sorsokat. Másrészt nagyon jó lenne, ha tudatosabban élnének a magyar hölgyek, foglalkoznának a történelemmel, mert tudjuk, hogy a történelem tanulás azért nem a erőssége a diákoknak, férfiaknak, tehát fiúknak se, de hölgyeknek se, és többet foglalkoznának a mai helyzettel, tehát a környezetükkel, a társadalmi környezetükkel, és mondjuk nem nyugodnának bele, hogy esetleg nem tudnak egyről a kettőre menni, vagy nem tudják magukat kibontakoztatni, megvalósítani. Mondjuk biztos, hogy nagyon sok nő van, aki manapság is próbálkozik, hiszen itt a Csiliben például nagyon sok ilyen kreatív kör van, meg művészkör, és zömében hölgyek járnak erre. Tehát azért van egy ilyen szándék, úgy látszik a mai emberben is, hogy többet tudjon, többet teljesítsen, és egy kicsit a hazájához valahogy másképp viszonyuljon. Tehát nem úgy, hogy jó, hát itt lakom Magyarországon, itt nem lehet megélni, majd elmegyek. Itt próbál helytállni, és itt próbál valami szépet alkotni. Úgyhogy reméljük, hogy ez a kiállítás is segít a hölgyeknek, és meg mindenkinek átgondolni, hogy lehet ilyen szépen is élni, még hogyha nehezen is.